Megrongált hinták, ajtók és ablak nélküli kis házikó. Mindez a tavaly augusztusban átadott Magyar Kanizsai Grund játszótér és ökopark területén. Az önkormányzat illetékesei most a lakosok segítségét kérik, hogy közös erővel védjék meg nem csak ezt a közösségi teret, hanem a többi parkot, játszóteret is a község területén. Még egy éve sincs, hogy átadták a felhasználók számára a közösségi teret, mégis vannak olyanok, elsősorban fiatalkorúak, akik nem rendeltetésszerűen használják a játszótéri elemeket, megrongálják azokat. A szerbiai kőolajipari vállalattal közösen újította fel. A projektum egyedülálló volt, hiszen már a kezdetektől fogva próbáltuk bekapcsolni a közösséget, lévén, hogy közösségi térként készült ez a tér. Nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az itt lakók és a környékben élők nagy számban tettek eleget a felkérésünknek, jó ötletek érkeztek, és igyekeztünk beépíteni ezeket az ötleteket, kéréseket, és azt hiszem büszkén mondhatom el, hogy a projektum jól sikerült. Ezt is bizonyítja, hogy nagyon nagy a látogatottsága. Sokan jönnek, fiatalok, gyerekek, szülők, és élvezik az itt létet. Sajnos azért azt is el kell mondani, hogy vannak olyanok is, akik nem rendeltetésszerűen használják a játszótéri elemeket, utcabútorokat, és sajnos az elmúlt időszakban jó néhány esetben előfordult, hogy rongálásokra is sor került. Tehát az önkormányzat kénytelen volt lépéseket tenni annak érdekében, hogy elejét vegye a további rongálásoknak, illetve egy feljelentést tettünk a belügyi szerveknél, és mellékeltük a térfigyelő kamerák felvételeit, és bízunk benne, hogy ez elejét fogja venni a további rongálásoknak. A rongálások miatt sajnos kénytelenek voltunk néhány elemet eltávolítani a játszótérről, részben azért, hogy megakadályozzuk vagy megelőzzük a baleseteket, részben pedig azért, hogy megjavítsuk őket, és ezt majd a az idén tavaszi szezonban majd visszaszereljük. Említettem, hogy a közösség már az elejétől részt vett ennek a projektumnak a realizálásából, és most ismét a közösséghez szeretnék fordulni egy olyan kéréssel, hogy együtt próbáljuk megőrizni ezt a teret, és ennek fényében megkérnék mindenkit, hogy amennyiben rendeltetés elleni használatot észlel, szóljunk rá gyerekre, felnőttre, illetve hogyha netán vandalizmusra kerülne sor, akkor pedig megkérném minden egyes polgárt, aki ilyet észlel, hogy haladéktalanul jelezze ezt a Magyar Kanizsai rendőrkapitányság fele, illetve ha bármi egyéb észrevételük volna a játszóterek, és most nem csak a Gödrögrundra gondolok, hanem az egész községünk területén lévő játszótelekkel kapcsolatban, akkor az önkormányzat egy üzenetrögzítős telefonszámot biztosított, ahol a polgárok betelefonálva megtehetik az észrevételeiket. Az önkormányzat illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy amennyiben rongálást észlelnek bármelyik községi park, játszótér, közösségi tér területén, értesítsék a rendőrséget, és ők elvégzik a szükséges lépéseket.